Miután 25 Celsius fokot is mértek, több hullámban lehűlés érkezett, sarkvidéki eredetű léghullám zúdult be a Kárpát-medencébe, majd éjszakai fagyok alakultak ki. Az éjszaka kellemetlen idő volt, és én a meteorológiai intézet előjelzését tisztelem és becsülöm és elkérdezésen bevált. A tegnapi viharos idő után éjszakára kiterült az ég, és reggelre, hajnalra -2-3 fokos lehűlés volt. Jeget találtam a vízfelszínén, de a virágzó gyümölcsön, sem a kertben, sem a lakáson már nem találtam per pillanat fagykát. Tehát lényegében úgy tűnik, hogy ezt az éjszakát még megúszták a növények. Az elmúlt időszakban az ország délnyugati, északkeleti tengelye mentén nagy területen hullott 20 mm-t meghaladó csapadék, északnyugaton és délkeleten esett kevesebb. A talajok felszín közeli része a csapadékkal érintett tájakon ismét megtelt nedvességgel, északnyugaton azonban kritikusan száraz maradt. A közepes és mélyebb talajrétegek azonban szinte országszerte jó vízellátottságúak. Az elemzés szerint az őszi vetések jó állapotban vannak, korán megindult a tavaszi fejlődésük. Az őszi búza szépen meg van bokrosodva, kezd szárba indulni. A repcén megjelent a virágkezdeményezés is, ezekben a kultúrákban az elmúlt napok fagyos éjszakái nem tettek kárt. Ha a repcét meg is csípi a hideg, könnyen regenerálódik. A kajszi már Miskolc térségében is elvirágzott, errefelé az őszi barack a virágzás elején jár, az alma, a körte, a szilva, a cseresznye és a meggy is többnyire bimbós, Szeged környékén pedig már az őszi barack is túl van a virágzáson. A gyümölcsösökben a -1-7 fokos fagyok súlyos károkat okoztak. Karcak térségében fagyvédelem nélkül a kajsziban nagy a fagykár, az őszi baracban egyelőre még nem látszik a mértéke. Itt ezen a területen itt semmilyen lehetőség nincs arra, hogy egy-két fát megmentsünk. Lakott területen, akinek van olyan kertje, ott esetleg egy ilyen füstelési módszer, de az ugye nem ajánlatos, mert hogy a szomszéd is van a lakott területeken. Tehát lényegében annyit lehetne tenni, amit egyébként egy ilyen kisre fagy veszély esetén, hogy vízeltett edényeket, hordót tettünk a fa alá, és annál a párolgás, illetve a fagyás esetében felszabaduló hő 1-2, maximum 3 Celsius fokos fagyot még talán tolerál, de nem biztonságos ez a megoldás. De lényegében nincs konkrét védekezési lehetőség. Amíg bimbós kultúrákban nem látható károkozás. A Szeged környéki őszi barack termelők közül sokan sikeresen védekeztek a fagykár ellen.